A fehérvári orvosnapokat, amelyre az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt online formában került sor, idén a szokásos helyen és időben a Hotel Magyar Királyban rendezték meg. A kétnapos konferencia megnyitóján elhangzott, a járvány időszaka a betegellátásban sok részben korábban is meglévő jelenséget hozott felszínre, ezek közül a mostani találkozó témájának a sürgősség kérdéskörét választották. A parlament elfogadott egy új jogszabályt, és az új jogszabályi környezet, ez változtatni fogja az ügyeleti rendszert, a házi orvos és alapellátás rendszerét, és ez értelemszerűen a mentőszolgált bevonása okán is érinteni fogja a sürgősségi betegellátást is. Én úgy látom, hogy van ennek előremutató eleme, például az ügyelet tekintetében, de vannak olyan kétségek, úgy tudom, mind az alapellátásban, mind a kórházi ellátásban dolgozó szakemberek tekintetében, amit fontos lehetne tisztázni. A konferencia fő kérdése, hogy mely betegellátási helyzet sürgős, és mi az, ami várhat, és ami várhat, az meddig várhat. A konstruktív szakmai beszélgetéseken a kórház ellátó egységeinek vezető szakorvosai bemutatják, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a szakorvosi konzílium szükséges időben történő biztosítására, és azok mikor és miként vehetők igénybe. A sürgősségi osztályok mind a két kórházban, a Szent György kórház, illetve a Szent Pantaleon kórház meg lesz erősítve, és várhatóan ezzel tényleg olyan betegekkel fog foglalkozni a sürgősségi osztály, amivel foglalkoznia kell. És azok a betegek, akik az alapellátásra tartoznak, azok a járási székhelyeken vissza lesznek tartva, illetve ha mégis bejönnek a sürgősségi osztályra, akkor a megerősített, családorvossal megerősített, alapellátással megerősített sürgősségi osztály gyakorlatilag csökkenti azoknak a kollégáknak a megterhelését, akik valóban a sürgősségi betegekkel foglalkoznak, a rászorulókkal. Az előadások és a konzultációk nem elsősorban a sürgősségi betegellátást magát, hanem a betegellátás során felmerülő sürgős szakorvosi konzultációk biztosításának lehetőségeit tárgyalják. A szakorvosi konzultáció elsősorban az alapellátó orvos beutalója alapján történik, de egyes jogszabályon meghatározott ellátásokhoz nem szükséges beutaló. A mostani konferenciát nem igazán a sürgősségi betegellátásról, hanem a sürgősség a betegellátásban kérdés. Természetesen a két problémakör egymástól nem függetleníthető, hanem igazából itt az előadóknak a dolga, a feladata az volt, hogy mi az, ami várhat, és ami várhat, az meddig várhat. A progresszív egészségügyi ellátás során a rendelkezésre álló kapacitás és az arra irányuló igény közötti különbség a világon mindenhol kitüntetett jelentőségűvé emeli a szakorvosi ellátás időbeli biztosíthatóságának problémakörét, ezért is fontos tisztázni a sürgősségi ellátás jövőjét, erősítették meg a konferencián.